diktatúra. Forradalomra hivatkoznak. De tudják önök, hogy hangzott volna ez az ítélet egy országban, ahol ténylegesen forradalom van? Forradalom, ami után annyira sóvárognak! Van eleve ez a vers, úgymond, ami egy ilyen manifestum, ami tulajdonképpen nem íródott meg, ez egy huncut csalátos az előadása, az előadásnak. Igaz, hogy Majakovszki szellemiségébe íródott a vers, de tény, hogy olyan dolgok mind a 10, úgymond, mind a 10 pontja ennek a kiáltványnak szinte megegyezik azzal a helyzettel, ami most nincs kimondva, de tulajdonképpen az országunkban uralkodik. Szóval minden egyes tézis valamelyik része igaz, ami most jelen pillanatban Szerbiára vonatkozik, és talán ez volt az az igazság, aminek az útján elindult a Kokán. Nem kell megmagyarázni a népnek, hogy mi a kenyér. Igen, mert a nép tudja a legjobbat, hogy a száraz kenyér az nem tragikum, hanem privilégium. Romlik a kenyér, szárad a vekni, penészes íze van. Szolga legénynek, hely a szegénynek, nem lesz így a csora! Jobb is így néki, minek annyit enni rá fér a fogyogúra, a postat lesek. Mindenki, aki jól szórakoztat, de politikával foglalkozik, ezt az emberek nagyon jól fogadják, mert ez egy jó összekacsintás. És Temesváron is játszottuk ezt az előadást, és ott is az volt utána a kommentár, hogy sokan mondták, hogy eszükbe jutott mondjuk Hofi, hogy ő olyan jól tudott politizálni, hogy az közben nem volt nyomasztó, hanem az emberek a hasukat fogták, de mégis azt érezték, hogy mindannyian tudjuk, hogy miről beszélünk. Tele vagyok érzelmekkel, mert nemrég tudtam meg, hogy én örökre ott maradhatok a színháznál, csak rajtam áll, hogy döntök, és azt is én dönthetem el, hogy szeretnék-e majd nyugdíjba menni, és én már most tudom, hogy nem szeretnék! Ráadásul életfogytiglan igazgatóbizottsági tag maradhatok! Szerintem nagyon nehéz más nézőpontból nézni a dolgokat, azért is kapod mindenki rózsaszín szemüveget, hiszen mindenkin van egy rózsaszín szemüveg, amit vagy ez, vagy az rárak, és úgy azon keresztül nézi a történéseket. Most hát igazából az embernek túl kényelmes forradalomra van szüksége, hiszen már nem azt a kort éljük, amikor a vér és a hasonlók forradalma dúl, hanem valami visszafogott, ilyen elnyomott forradalom, csak más nem is tudnám elképzelni. Igazából mindenki csak a közösségi oldalakon és egyéb más portálokon hangos és szókimondó, aztán amikor oda kerülne a helyzet, akkor hát igazából nem mer senki, mert vagy félti valakit, vagy valamit, vagy nem tudom, hogy megy ez. Én vagyok a szerb nép legnagyobb balladája. A szégyen, amely miatt meg kellett halnom, katolikus neveltetésre utal. Ahogy a nekem kijutott szenvedést tűröm, a muszlimnő sajátja. A bosnyák nemzeti korpusz öröksége. Az anyai önfeláldozás igazi szerb hősnővé avat. Most pedig magyarul beszélek. Én játszottam Hasanaga feleségét, egy olyan nőt, aki egyszerűen nem tud kilépni abból a keretből, hogy egy patriarchális vagy erősen férficentrikus közegnek a része. És hogy tulajdonképpen bármit csinál, szétverheti a fejét a falba, de nem tudja elérni azt, hogy ne vegyék el tőle a gyerekét, vagy hogy ne az történjen meg, amit a társadalom kikényszerít belőle. És a gyerek? Tőle elköszönhetek? Neked nincs gyereked! Hoztam az Ilmi Hábert! Akkor hát eldőlt. Végleges. Ennyi az övé. A házasságot semmis vele. Újra férhez mehetsz. A történet is arról szól, hogy hát végül is ugye a férj őt egyszerűen arra kényszerít, hogy elhagyja az otthonát, illetve a gyerekeiről is lemondjon, illetve
ott hagyja őket, ugye a végén ugye annyit kér, hogy még utoljára, mielőtt újra férhez adnák, láthassa a gyermekeket, amikor meglátja őket, ugye a fájdalomtól meghasad a szíve és meghal. Ez mondjuk a balladai történet. És hát nyilván itt érdekölt az a társadalmi momentum, ahogyan mi determináljuk akár a női pozíciót, tehát ezen köröztül ugye az emberi. Tehát hogyha úgy nézem, akár a politikum, vagy a hatalom viszonyában hogyan tudjuk, vagy hogyan nem tudjuk használni azokat a mechanizmusokat, amik a rendelkezésünkre állnak, illetve egy bizonyos kulturális morális ugye az diktálja, nem beszélve mondjuk egy vallási morálról, ami mondjuk akár a szégyent helyezi egy olyan fajta pulpitusra, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy az ember folyamatosan csak alkalmazkodjon, folyamatosan elfogadjon, amíg bele nem pusztul. Nem fogok szűrni a vallásnak! Nem fogok szűrni a népnek! Nem fogok szűrni a nemzetnek! Nehéz nőnek lennünk. Azt gondolom, de hogy ez nem csak a nők problémája, hanem a férfiaké is, hogy egyrészt van ez az álemancipáció, másrészt nincsenek már annyira külön választva a férfi és a női szerepek, és ebben valahogy nem találjuk magunkat. Egyrészt szeretnénk képviselni a női és a férfi principiumot, másrészt szeretnénk, hogyha ez egyenrangú lenne, és lenullázódna, és valahogy ez egy ilyen vesztett harc. Kilenc és fél éve szültem. Az egy olyan elementáris élmény volt, hogy akkor azt éltem át, hogy na ez az, amit nem lehet megosztani. És akkor ez persze elkezdett piszkálni, hogy mit jelent az, hogy valamit nem lehet megosztani. Tehát, hogy egy élményt valakivel, aki nem megy át rajta, azzal nem lehet megosztani, vagy nem lehet igazán átadni. És akkor hát el kellett teljen mennyi? 8 év. Kb. Hogy neki fogjak. És tulajdonképpen ez volt az alapkiindulás, hogy átadni valamit az átadhatatlanból, és egy olyan előadást csinálni, amiben nyilván nem gondoljuk, hogy átadható a szülésélménye, de újra és újra és újra és újra megpróbáljuk ilyen, olyan, amolyan eszközökkel, hogy ebből a folyamatból, a vajúdásból, ami belül történik fizikálisan, pszichésen, lelkileg ebből valamit átadjunk. Két új. A ne szenvedjen egy, de annak majd később visszajönnek. Anyuka, itt mások is vannak. Mit fognak gondolni? Meg fognak érni? Na, nem kell ekkora jelenetet csinálni. Hát nem maga az első nő, aki szülni fog. Ilyen nehéz lenne, kihalt volna az emberiség. Voltak ilyen testi gyakorlatok, és az volt nagyon emlékezetes, és szerintem mindannyiunk számára meghatározó, hogy elkezdtük elmesélni a saját szülésélményünket, amilyen órák hosszat tartott egy ember, 2-3-4 óra, és annyira részletekbe menően és izgalmasan mondta mindig az aktuális ember, hogy mi így beszívódtunk, és oda kerültünk vele abba a pillanatba, és szerintem ez egy nagyon erős táptalaja volt a darabnak. Könybelábat szemű férfi, aki azt mondta, hogy hát ugye ő nem lehet része ebben az élményben, de mi közelebb vittük ahhoz, hogy átélhesse. Én ismerek olyan homoszexuális férfi táncost, aki jött, hogy sírt az előadáson, tehát hogy ő aztán
neki még úgyse lesz élménye, hogy szülést kísérjen. Nem gondolom, hogy ez ne egy mindannyiunkra tartozó dolog lenne. Egyrészt mindannyian megszületünk, másrészt én azt is gondolom, hogy amiről beszélünk, az tágabb a szülésnél. Mindazon olyan helyzetekre utal, amiben a test átveszi a kontrollt felettünk. Tehát ez akár a haldoklás, vagy akár valami olyan betegség, vagy olyan, amiben nem elvesztjük azt az agyi kontrollt, aminek a mindenhatóságáról túl sokat gondolunk ma. Az érdekelt legjobban, hogy mik azok, amik teljesen abszurd elképzelések a nőkről, és hogy még mindig fönn vannak, és még mindig évezredek óta még mindig ugyanazok az abszurditások vannak. Igazából ez mozgatott. Ezt találtam viccesnek is, és elszomorítónak is egyszer. Láttam egy videót Bagdi Emőkétől, aki azt mondja, hogyha így lengeted a végtagjaidat, akkor nem fogod érezni, hogy szomorú vagy. Az egyik az mindenképpen a szépségipar, ez a szépségkultusz, fitnesskultusz, tökéletes testkultusz, tehát hogy ezekre ráépülő, igazából mint táncos, ez volt az, ami így először jött, hogy képesek vagyunk fájdalmas procedúrákon végigmenni, és igazából nem a saját erőnkből építjük föl, mint például a jiu-jitsus részben is, hogy meg tudnánk magunkat védeni, csak tréningezni kell, vagy meg tudjuk változtatni a kinézetünket, nem biztos, hogy pont műtétekkel kéne, tehát hogy ezekről a dolgokról igazából. De ez tényleg csak a felszíne a jéghegynek, tehát hogy először így a felszínnel kezdtem el foglalkozni, aztán szépen lassan mentem bele abba, hogy na, mit is jelent az, hogy egy életet tudunk megszülni, és azokban a dolgokban milyen tabu témák vannak. Tehát utána kezdett el engem érdekelni ezek a tabu témák. A gátmetszéstől kezdve az abortuszig mindenféle tabu téma. Azt mondják, semmilyen előjel nem volt. Egyszer csak bum. Állítólag végignézte a főpróbát, aztán kiment az üvegházból, és a tisztáson nagyon lőtte magát. Nem! A szobájában. Az üvegházban csak a lövést hallották. Állítólag azonnal meghalt. És azt kérte, hogy az üvegházban ravatalozzák fel. Egy temetésen játszódik ez a történet, bármilyen mozaikszerű is, de tulajdonképpen mindegyik monológ, mert ezek monológok egymás utánsága, mindegyik monológnak köze van, illetve kapcsolódik egy temetési szertartáshoz, ahol is egy apa fekszik a ravatalon, aki valószínűleg, persze ez mindig csak sejlik, de valószínűleg öngyilkos lett, és ennek az öngyilkosságnak az okait próbálja elsősorban a fia megfejteni. Bár apám holttestének nézése kényszerű szokásommá vált. Ma egész idő alatt annak megítélésére kellett gondolnom, milyen a viszony közte és köztem? Közte és köztem. Ezek a sorsok, tehát Bernhard alakjai, inkább talán megfigyelők, főleg a fiú, a főhős fiú, akit szétosztva játszottunk többen. Aztán rajta kívül a többi karakter inkább talán tényleg csak magára figyel, de egy picit visszautalva az összjátékra, viszont nekünk, tízünknek a színpadon nagyon kell figyelnünk egymásra. Először azt hittük, Stílusz a menedék, az ideális állapotunk.
és amikor megláttuk, és beláttuk, hogy Stills nem a menedékünk, nem az ideális állapotunk, nem lehet az, épp ellenkezőleg, megsemmisülésünk helyszíne. Időkérdése minden. És ez a kérdés már nem rémít meg bennünket, mert tudjuk, hogy a végét járjuk. És hogy az életnek nincs értelme számunkra. Itt gyakorlatilag két órán keresztül monológról monológra egy bizonyos táj tárul fel a szemünk elé, jobban mondva több táj, amely tájak hordoznak magukban különböző titkokat. Ezek a titkok többnyire sötét titkok, többnyire bűnök, a múltból fakadó bűnök, és aztán erre, ahogy haladunk befele a történetbe, erre egyre inkább fény derül ezekre a bűnökre, amely bűnöket természetesen az apa is hordozta magába, és valójában ez lett az öngyilkosságának az oka. Apám mindig úgy tett, mintha tevékenykedne, holott valójában a tétlenség volt maga. Olyan embert játszott, akire nem lehetett más mondani, mint hogy szakadatlan ténykedik, szüntelen dolgozik, egyetlen másodperc pihenőt sem engedélyez magának, és mindezt természetesen semmi másért, mint a családjáért, amely mindig olyanok akarta látni, amilyennek láttatta magát. Asszony, én visszaadom én ezt magának. Hát csak ne adja. Hát a szegény asszony, hát ez utolsódat. Add az Isten másikat. Fogadd el, szegény asszony. Maga nekem csak ne adjuk alamizsnát, nem vagyok rászorulva. Mink rá vagyunk szorulva? Hogy te az utolsó forintodat? Kegyetlen szegény vagyok én, és jó Istenem. Ne riál nekem, te szegény asszony, ráfagy az arcodra. Egy forintom van. Úszorom szét a világba, ahol akarom, ahogy a király. De elsősorban Krisztus legendák építkeztem. Annak egy olyan, de nem ismerünk sok ilyen mulatságos anekdotát, hogy Krisztus és Szent Péter két öreg csámborgó koldus, akik járnak az Alföldön faluról falura, és házakhoz bekéreckednek, tehát nagyon sok ilyen gyönyörű mulatságos legenda van. Ennek a legendának egy ilyen speciális részéből írtam, és hát nagyon fontos volt Ámi Lajos szabolcsi cigánymesélőnek, egy zseniális nagy magyar Shakespeare mesemondó zseni mesét használtam föl, tehát abból indultam ki. Vagy 50 éve kiment éjszaka, azóta nem látom. Hát szeretnél látni. Jaj, ahogy ne szeretném az én páromat. Jobban megörülnék neki, mint ez a haddisznónak fenn. Járjon, mőre ment ki az urad, mikor kiment? Arra, a szőlő fele! Ahol kiabálnak? Arra fele! Itthon a gödör van? De hogy hova lett? Ha se tudom, éle vagy hal? Hát, hol voltál? Régen a misztérium játék az ilyen hatalmas nagy tereken, hatalmas nagy utcákon voltak, tehát ilyen kilométer sorban színpadok egymás után, tehát ilyen irtózatos nagy hadszacáré volt, ma pedig inkább egy ilyen a bensőséges jellege az, ami eszünkbe jut, tehát hogy a csoda úgy történik, hogy a szívünkben történik, és nem a színpadi gépezetek által. Most mit szól? Azt hittem lefélidek, átöltözök, szopok egy keveset. Mit köhög maga kevéka? Jaj, az anyja mindenit. Most mondja, meg se születtem, és mehetek a frontra. Csak hol töltsem ezt az éjszakát? Julikából nem mehetek, fogta magát, ezt megszületett ez a... Na, tóltuk. Rendező, illetve koreográfus Fehér Ferenc, ő jött az ötlettel. Tehát amikor megérkezett Sepsiszentgyörgyre, igazából ez már a negyedik bemutatónk közösen. És
azt, tehát ezt a témát, ezt a szűk, illetve egy liftben történő eseményt, vagy több eseményt hozta témaként, hogy akkor mi lenne, hogyha egy ilyennel már régóta foglalkoztatta, és akkor mi lenne, ha ezzel foglalkoznánk. Szerintem az első próbán az volt az első kérdés, hogy akkor mi volt, tehát melyik az a tér, amelyikben még mozogni lehet, de még szűk. És akkor döntöttük el ez a 2x2, tehát akkor döntöttük el, a 2x2-es térbe fogjuk játszani. Iszonyat nehéz. Elsősorban azért, mert hogy gyakorlatilag minden mozdulatra figyelni kell, tehát nem lehet csak úgy ellenni a térbe. Azt hiszem, hogy ezen dolgoztunk a legtöbbet, hogy mind a hárman úgy elférjünk ebben a szűk térben, hogy egyrészt ne történjen baleset, másrészt meg, hogy valamilyen jelentése is legyen annak a mozdulatnak, vagy annak a koreográfiának. És ez volt a legnehezebb. Tényleg olyan volt egy adott pillanatban, egy próbák után, hogy már látni nem akartuk az adott teret, tehát hogy így elegünk volt belőle. De aztán minden nap persze felvettük ezt az úgymond idézőjeles terhet, és mentünk tovább. És igazából izgalmas volt dolgozni. Én még soha nem dolgoztam olyan térbe, amelyik ennyire leszűkítene, vagy ennyire befogna. Viszont pont ez miatt nagyon izgalmas volt, hogy akkor hogy tudok elfordulni, hogy tudok egy lendítést csinálni, úgyhogy az úgy jó legyen, vagy jól működjön. Szeretnék élni Izlandon, szóval ez egy hosszú távú terv, és nem csak egy hirtelen ötlet. Önerőm is lenne, ha szükséges. Sajnos nincs szakmám, és nem tudtam leérettségizni a családom helyzete miatt egyelőre, de sok mindenben feltalálom magam, szóval semmi sem akadály. Nagyon szépen kérem, hogyha valaki tud segítsen. Előre is nagyon szépen köszönöm. Milyen jó, szép, ha valakinek ennyi akaratereje van. Sok sikert neked! Izland csodás hely! Vonzódom Izland, az bár én még nem voltam személyesen. És még régen beléptem egy ilyen csoportba, ahol az emberek egymásról infókat oszthatnak meg, és arról beszélhetnek, hogy ott kint milyen élni, vagy ha csak valaki turistaként akar kimenni, akkor mit tegyen. Egy ilyen kapaszkodó Facebook csoport. És elkezdtem olvasgatni a hozzászólásokat, a posztokat, és arra gondoltam, hogy távolabb mutat ez annál, mint hogy csak egy Facebook csoport, és egy érdekes társadalmi szelet. És azt gondoltam, hogy ez megér egy előadást. Nem turisztikai, nem programajánlós, de még munkát és szállást sem tudok konkrétan. És nem is az interneten látható és megtalálható egyéb videókkal tűzdelem, de talán ha kedveled, egy kis idő után beleláthatsz az itteni életbe. Megtudhatod például, hogy miért nem szeretik és miért nem használják a papír és egyéb zsebkendőket. Népi folklór az ortúrás, ortermék kitermelés és azok eltüntetése. Meg hasonló dolgok. Amit az úti írományok egyébként nem közölnek. Hashtag időjárás, hashtag izlandiálom, hashtag azt a mindenit. Izgalmas, hogy hogyan álltak össze ezek karakterekké, mert tulajdonképpen most 6 színész, 6féle karaktert játszik, de azért ezek össze lettek gyúrva. Van, amelyik karakter elég jól kiadta magát, és viszonylag ugyanazokból a hozzászólókból lett összegyúrva, vagy éppen, hogy egy ember. Van, ami meg többből, de azt hiszem elég jól sikerültek ezek a karakterek, hogy jól elkülöníthetőek lettek, és élők szerintem. Család, gyerekek? Nem. Nincs? Nincs. Egyedül az alvér? Nem, itt lakok apámmal. Igazából már 36 éve, úgyhogy megszoktam. Azt mondja, nem is volt soha? Nem volt. Soha? Soha. Hát azért ilyen alkalmik vannak. Értem, de Sanyikám, szerintem jobb ez így szerintem. Jaja. Figyelj, hogyha ez van, akkor ez van. Jobb ez így szerintem, Sanyi, jobb ez így. A
franc sem tudja. Azért szereti ezt a közönség, mert mintha tudnának ventilálni, mint hogyha megkönnyebbülnek attól, hogy lehet erről beszélni, akár színpadon is, hogy akár kimondunk bizonyos belső félelmeket, vagy csak akár azon, hogy ami egyébként a hétköznapokban nyomaszt, azért elég sok nyomasztó témáról volt szó, azon most lehet nevetni. És valahogy ez a felszabadultság az, amit talán általában észreveszek a közönségen, hogy össze tudunk nevetni valamin, ami egyébként iszonyatosan bosszant mindenkit és nyomaszt mindenkit. Én most pont 30 éve élek kint, zenész vagyok, mint zenetanár mentem ki, meg tánctanár. Még akkor a férjemet nem ismertem, szerencsét próbálni. Minden kinti dolog, amiről beszéltek, az abszolút valós, és az létezik. Teljesen át tudtam azt is élni, hogy a negatív és pozitív megszólalásokkal teljesen egyet tudok érteni. Fáradt vagyok! Ringass el, ó halál! Az értem! Kondosat a szeretem! És hibbál a sebességre! Pont halál! És állapásunk! Minden szertimet! És becsületet rúgyamú halász! És szűzleteit a gazd kiborni kész! És tökéletes korsozót találsz! Ez Kokánnal a második találkozásunk, és az első után arra gondoltunk, hogy egy klasszikus művet kellene színpadra állítsunk, és hát Kokánt ismerve, meg az ő stílusát, sokat gondolkodtunk, amíg végül is szűkült a kör, még egészen a 66. szonettig jutott el, amely tulajdonképpen Shakespeare szonettjeinek az eszenciája, úgyhogy ezt leszűkítettük, majd utána kibontottuk. Az alapötlet az Kokántól jött, és a vezetés is végig az ő eredménye, de nagyon bízott bennünk, és ennek örültünk, mert mindenféle ötletet, meg konstruktív dolgot tudott hozni. Hát tehát a téma föl volt adva, hogy mennyire és mivel lehet asszociálni ezeket a dolgokat, és ezek az improvizációk folyamán kijöttek, aztán végül rögzítődtek, koreográfiát is kaptak, zenét is kaptak, és előadásforma is lett belőle. Jelen volt ugye azért Otello, jelen volt Romeo, Julia, Desdemona, Macbeth, Lady Macbeth, harmadik Richard, és még sorolhatnám, mert nagyon sok van. Néha olyanokat fedeznek fel a nézők, amelyeket még mi sem gondoltunk, úgyhogy nem is szeretném lezárni a sort, hanem inkább nyitva hagyni ezt a dolgot, hogy mindazoknak, akik látták az előadást, azok tovább gondolhassák ezt az egészet.